Miközben Brüsszelben a magyar és más európai gazdák azért tiltakoznak, hogy fennmaradjon az Ukrajnából érkező gabonaimport tilalma, vannak olyan gazdasági szereplők is, akik egészen másként látják ezt a helyzetet. Egy ilyen cég igazgatójával fogok beszélgetni, ő Renk Zoltán, a Hungrana Kft. Vezérigazgatója. Üdvözlöm! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Engedje meg, hogy egy személyes kérdéssel kezdjem, mert hát személyesen is kíváncsi vagyok rá, hogy ugye építészmérnökként végzett, és utána 5 évig Írországban élt, és csak akkor tért haza, amikor az első gyerekük megszületett a feleségével, hogy arra lennék kíváncsi, hogy eleve itt tervezték, hogy legyen egy ilyen külföldi tapasztalatszerzés, vagy más oka volt a hazatérésnek? Igen, tehát mi néhány évre szerettünk volna csak kimenni, világot látni. Ugye gyerekeink nem voltak akkor, tehát azt gondoltuk, hogy mikor, ha nem a 20-as éveinkben kell világot látni, tapasztalatot gyűjteni, nyelvet tanulni, és aztán ebből 5 év lett tulajdonképpen. Nem terveztünk 5-öt, de 5 év lett, mert nagyon jól éreztük magunkat, szakmában tudtunk előre haladni, úgyhogy onnantól kezdve pedig, hogy megszületett a kislányunk, nem volt kérdés, hogy hazajövünk, tehát nem akartunk külföldön letelepedni, és hát a nagyszülők, ugye szüleink pedig akkor itthon voltak, úgyhogy a családot mindenképpen egybe szerettük volna itthon tartani. Volt valami olyan tapasztalata kint, ami nagyon megmaradt, tehát mondjuk nagyon eltérő az itthoni dolgoktól, és úgy gondolja, hogy pozitív irányba eltérő, és jó lenne követni? Igen, én ugye egy másik területről nyergeltem át, így az agrár élelmiszeriparban, hogyha lehet ezt mondani, aztán utána folytattam még az iskolákat is, de hogy talán a felfogásban, a dolgokhoz való hozzáállásban azt gondolom, hogy láttam nagyon pozitív példákat, amiket el tudtam sajátítani. Illetve abban, hogy a dolgok mindennel összefügg, és hogy nem szabad sosem egyrészt problémára tekinteni, mindent az összefüggésében kell látni. És ez igaz a mostani szakmámra is, meg azokra a kérdésekre, amikről is most beszélgetni fogunk. Illetve alapvetően az írek egy nagyon vidám nép, nagyon életszerető nép, sokkal, de sokkal kevesebbet panaszkodnak, mint mondjuk mi felénk, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt, ami miatt egyébként könnyen jól érzi magát ott az ember. Egyébként ez a mindent összefüggéseiben kell látni, ez egy kicsikét átvezet arra is, amiről majd szeretnénk beszélgetni, de én azt gondolom, hogy talán meghatározza azt is, azt a szemléletet, ahogyan az utóbbi időszakban nyilatkozott a cégével kapcsolatos dolgokról, hiszen nem voltak könnyű helyzetben semmilyen szempontból, tehát piacilag nagyon nehéz helyzetbe került tavaly a Hungrana, ami egyébként egy nagyon nagy nevű cég, hiszen tavaly ünnepelte a 110 éves fennállását. De mielőtt rátérnénk ezekre a piaci nehézségekre, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ha én háziasszonyként vagy átlagfogyasztóként bemegyek a boltba, vagy elmegyek tankolni, akkor milyen termékekkel találkozok, amiben a Hungránának szerepe van, tehát gyártója? Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi nagyon sok lábon állunk, nagyon sok iparágba, nagyon sok termékbe alapanyagot szállítunk be. Tehát nekünk nincsenek késztermékeink, nekünk alapanyagaink vannak. Édesítőszereket gyártunk, folyékony édesítőszereket, gyakorlatilag az összes üdítőbe, szörpbe, lekvárba, dzsembe, vagy éppen jégkrémbe, csokoládékba, mi valamilyen formában ott vagyunk, nagyon sokfajta ilyen édesítőszerünk van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kristálycukor csak folyékony formában. Tehát ugyanilyen összetételű. És ugye nem cukorrépából készül. És nem répából, hanem a kukorica keményítő tartalmából készül, tehát ugyanilyen természetes édesítőszer, mint a cukorrépa egyébként. Tehát ez a kettő, amiről azt mondhatjuk, hogy megmondjuk a méz természetesen, amiről azt mondhatjuk, hogy természetes úton előállított. Aztán keményítőket is gyártunk, ugye gondoljunk a pudingporokra, és nagyon sok élelmiszerben is van egyébként keményítő, stabilizálja az állagát az élelmiszernek, de ipari felhasználásra is gyártunk keményítőt, például a papíriparnak, alappapír, csomagoló anyag, csomagolópapír, kartondobozokat kukorica keményítővel erősítik. Aztán alkoholokat is gyártunk, mindenfajta alkoholt, kozmetikai termékekben ott vagyunk, oldószerekben, festék, hígítókban, ablakmosó folyadékban, bioüzemanyagban, hogyha éppen tankolunk benzint, akkor abban 10%-ban, ami általunk előállított etanol van, és takarmánytermékeink is vannak.
abból is három fajta, valamelyik a kukorica csíra például élelmiszer és takarmányipari olaj, kukoricaolaj előállításra alkalmas, a gluténunk az leginkább akvakultúra és kisállateledelnek egy nagyon jó, magas fehérjetartalmú alapanyag, míg a CGF nedves és száraz formában, főként a tejhasznú szarvasmarhának nagyon kiváló. Nedves formában mi nagyon sokat állítunk elő, azt számoljuk, hogy körülbelül minden hatodik, hetedik tejhasznú szarvasmarhának a takarmányozásában mi részt veszünk Magyarországon. Akkor ez a sok lábon állás, ez része a Hungrena sikerének, tehát hogy azért így látszik, hogy töretlenül fejlesztenek, bővülnek, ugye? Abszolút, abszolút. Ez egy nagyon jól összerakott cég, amit még elődeim idején alakult így. 90-es privatizáció óta ez a cég meghatszorozta kapacitását, rengeteg új terméket állítunk elő, amit addig nem, illetve hát ugye a megújuló energiában is jelentős felhasználók vagyunk, illetve előállítók vagyunk. Ugye az elmúlt évek kihívásait ezt leginkább onnan vezetném vissza, hogy a cukorkvótarendszer megszűnése, aminek ugye egy, mondjuk a cukorrépa fronton Magyarország egy elszenvedője volt, de izocukor fronton pedig az abszolút nyertese, hiszen a teljes európai izocukorgyártásnak az 1/3 az Magyarországon volt, jelen esetben a Hungrena birtokolt ezt a kvótát. Ugye 17 végén megszűnt a kvótarendszer, szabad verseny lett teljes mértékben az európai piacokon, ami nagyon-nagyon nehézséget okozott, hogy beomlott a cukorár, évekig nagyon alacsony volt, versenytársak nőttek ki a földből, tehát ez egy igazán komoly megpróbáltatás volt. Aztán jött a Covid, majd az energiaválság és a háború, ugye attól függ, hogy melyiket veszük először. Az energiaárak egyébként előbb kezdtek el emelkedni, míg nem a háború erre ráerősített. Szóval az elmúlt 5-6 év az csupa kihívásokkal teli. Azt lehet mondani, hogy az előző száz az biztos, hogy kevésbé koncentráltan volt problémás, mint mondjuk az elmúlt 6 év. És ugye a legnagyobb alapanyag, amiből dolgoznak, az a kukorica, vagy az egyetlen. Az egyetlen. És óriási mennyiséget dolgoznak fel, tehát Magyarországon a legnagyobb kukorica feldolgozók, és ugye ebből eredt tavaly egy komoly problémájuk, ugye, hogy az aszály miatt hát nem volt elegendő alapanyaguk, és aztán éltek az ukrán importnak a lehetőségével, amit mondjuk azért nem mindenki nézett jó szemmel, én úgy tudom. Hogy alakul most a helyzet? Mert ugye tehát született egy rendelet arról, hogy egy kormánydöntés arról, hogy korlátozzák illetve meg is tiltják a mezőgazdasági áruk behozatalát Ukrajnából egy ideig. Rövid távon hogyan alakul az alapanyagellátásuk? Ez pontosan így van. Ugye a tavalyi év, hát lehet azt mondani, hogy 100 éves aszály volt, vagy nem is tudom, tehát amióta följegyzik, azóta nem volt ilyen rossz kukoricatermés Magyarországon. És ugye a nagyobb problémát az nem feltétlenül az okozta, hanem az, hogy az aszállyal és a szárassággal ugye kialakult egy komoly toxin fertőzöttség is a kukoricákban. De ez a rész, amiről nem szívesen beszélünk, és ez a rész, amit sokan a szőnyeg alá szeretnének söpörni, pedig mi már csak közel 8 hónapja jeleztük, hogy ez egy probléma is erre. Erre egy jó megoldást kínál egyébként az ukrán importnak a növelése. Hiszen sajnos ki kell mondani, hogy a magyar kukoricának egy nagy része az olyan mértékben fertőzött toxinnal, hogy azt nem lehet a takarmányiparban felhasználni. Ugye nagyon fontos, ahogy az előbb elmondtam, hogy leginkább a tömegtakarmány termékünkbe koncentrálódik, tehát mondjuk egy egység toxin a kukoricában, az 3-3,5 egység lesz a takarmányban, és az még tovább koncentrálódik a tejben. Tehát ugye ez ott okoz problémát, hogyha mondjuk az export tejszállítmányt mondjuk az olaszok, vagy bárki, bármilyen vevő nem tudja felhasználni, és aztán visszavezetik, hogy az milyen takarmányt, milyen adalékot evett az a tehén, amiből aztán a fertőzöttség kialakult. Tehát ezt kell látni mindenkinek, hogy az egy dolog, hogy a kukoricában mennyi a toxin, de annak sokszorosa lesz a végén az élelmiszerben. És ugye ezért nagyon fontos, hogy ezt csak egy bizonyos limit alatt lehet felhasználni. Csak itt lépnék most hátra kettőt, és az, hogy a tavalyi évben kialakult egy ilyen minőségi és mennyiségi probléma, amire egy átmeneti megoldást adott az ukrán, hiszen mi soha a történelemben nem importáltunk Ukrajnába kukoricát, és
azt lehet mondani, hogy szerintem 99%-ban legalább magyar kukoricát dolgoztunk föl mindig, csak néhány ezer tonna volt, amit ilyen próba szintjén mondjuk Szerbiából, Horvátországból behoztunk. A 21-es év volt először az, amikor rákényszerültünk egy nagyobb importra, mert a magyar termelők visszafogták az eladásukat, hogyha lehet így fogalmazni, és muszáj voltunk gyakorlatilag azt a folyamatos napi mennyiséget biztosítani valahonnan. És jött a háború, aztán jött az asszály, és úgy adta magát a lehetőség, hogy hát Ukrajnában van bőven áru, és jó minőségű hozzuk be. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ugye nem volt elég kukorica Magyarországon. Tehát ez nagyon fontos, hogy mennyiségben sem volt elég, és minőségben sem volt jó. Tehát valamilyen megoldást erre találni kellett. És amit mondanék, hogy most lépjünk hátra kettőt, és tekintsünk rá az európai kukorica helyzetre, illetve gabona helyzetre. Európában minden évben többlet búzatermés van, és kukoricából pedig be kell hozni. Minden évben. Körülbelül 15-20 millió tonna búzát exportálunk, és körülbelül 10 és 20 millió tonna, de inkább 15-20 millió tonna kukoricát pedig behozunk. Tehát Európa kukoricából nem önállátó. Míg nem búzából, ugye többletet termelünk. Az európai kukorica felhasználásnak körülbelül a 20%-a, tehát pont ami hiányzik, az az ipari felhasználásnak az alapanyaga. Alkohol, vagy bioetanol, alkohol, keményítő, izocukor és egyéb ipari felhasználásnak az alapanyaga. A 80%-a pedig a takarmányiparba megy. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy Európában minden évben be kell hozni kukoricát, ugye ez egyébként korábban is nagyon sok mennyiség Ukrajnából érkezett, csak mondjuk nem Magyarországra, hanem a tengeri kikötőkön keresztül, mondjuk Olaszországba, Spanyolországba, vagy Hollandiába. De ugyanígy Brazíliából, Argentínából, vagy éppen Szerbiából jött be az unión kívülről áru az Európai Unióba. A tavalyi évben a nagy asszály miatt ez a szám ez még magasabb volt, tehát még magasabbat kellett importálni. Tehát az, hogy mi most Magyarországon, illetve a kelet-európai régióban 5 ország megtiltotta átmenetileg az ukrán importot, az csak egy tapasz a sebre. Ugyanis ez az áru, ez meg fogja találni a helyét azokon a piacokon, ahol továbbra is szükség van kukoricára, az előbb felsorolt országokba. Dél-európai országok, vagy nyugat-európai országok. És ráadásul most az a helyzet állt elő, hogy nagyon nemzetközi piacokhoz mérten árazódik az ukrán kukorica is. Tehát amennyit a Matif párizsi árutőzsdén fizetnek, abból visszaszámolom a szállítási költséget, és a Fekete-tengeren annyiért adják el az ukránok. Tehát magyarul gond nélkül ez az áru be tud érkezni a mi nyugat-európai versenytársainkhoz, ahol Nyugat-Európába állítanak ebből elő bioetanolt, izocukrot vagy éppen keményítőt. Pont azt, amit mi is. És akkor erre van B-tervük? Tehát, hogy ez hosszú távon problémát jelent önöknek nyersanyag szempontjából? Tehát ez egy európai kérdés. Tehát európai kérdés, amire itt Magyarországon is valamilyen választ kell adni. Tehát mi most mondhatjuk azt, hogy egy fél évig, évig ne jöjjön be az ukrán kukorica. Rendben van. Kérdés az, hogy amit mi Magyarországon földolgozunk, takarmányt állítunk belőle, izocukrot, vagy keményítőt, vagy alkoholt, amit aztán egyébként nagy mértékben exportálunk, ugye ezzel hozzáadott értéket állítva elő a mezőgazdaságban, rengeteg külkereskedelmi mérlegünket javítva, az vajon tud-e versenyképes maradni, hiszen a mi versenytársaink azokon a piacokon, ahol mi mondjuk kivisszük az etanolt, vagy az izocukrot, ott lehet, hogy olcsóbb alapanyagból fognak tudni előállítani árut az ottani gyártók. Szóval ez egy nagyon komplex kérdés, erre nem lehet azonnal csípőből azt mondani, hogy ez a jó vagy az a jó. Valahol tudomásul kell venni, az én rövid távú válaszom az, hogy tudomásul kell venni azt, hogy az ukrán termelők azok versenytársak. Én 13 éve kerültem ebbe az iparágba, és emlékszem akkor, hogy 13 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy Ukrajnára és Oroszországra kell figyelni, mert a kukorica és búza termelésben olyan mértékben nőnek a termés átlagok, hogy előbb-utóbb a magyar termelőknek ezek komoly versenyt fognak jelenteni. Hát itt vagyunk, megérkeztünk. A következő 10 év a kérdés, hogy vajon tudjuk-e a lépést tartani, tudunk-e versenyképes áron előállított alapanyagot termelni, amit aztán az egyetemi feldolgozó ipari egységek versenyképes technológiával, versenyképes áron olyan terméket tudnak belőle előállítani, amit lehet exportálni.
Ha bármelyik sérül, akkor baj van. Ha nincs alapanyag, akkor a feldolgozóipar és verseny hátrányba szorul. Ha pedig a verseny, vagy a feldolgozóipar szorul ki a piacairól, akkor az alapanyagot nem fogják tudni a gazdák eladni. Tehát ezeket a kérdéseket mindig komplexen kell kezelni, és én azt gondolom, hogy ahogy mi mindig is azt mondtuk, hogy egy feldolgozóipari gyár, vagy egy takarmányipar kéz a kézben gondolkodik együtt a termelőkkel, vagy kellene, hogy gondolkodjon. A termelőkre is ugyanilyen igaz, nekik is kéz a kézben kéne gondolkodni a jövőről, a gyárakkal, a feldolgozó szereplőkkel. Hiszen Magyarországon ugye mindannyian tudjuk, körülbelül átlagban 7-7,5 millió tonna kukorica terem, valamikor kicsit kevesebb, valamikor kicsit több, de mindenki tudja, hogy a kapacitások, a lehetőségek ennél nagyobbak. Nem használjuk ki, nem termeljük meg azokat a termésártlókat, amiket mondjuk a nálunk kedvezőtlenebb adottságú nyugat-európai országok megtermelnek. És még ebből a 7-7,5 millió tonnából is csak 4 és felett dolgozunk, 3 millió az feldolgozatlanul importra, vagy illetve exportra kerül környező országokba. Most kérdezem én, hogy ha olyan problémákkal, mint mondjuk a toxinhelyzet, ha a magyar gazdaság nem kezd valamit, magyar termelők nem kezdenek valamit, akkor vajon nem szorulunk-e ki hosszú távon az olasz piacainkról, nem szorulunk-e ki azoktól a vevőktől, akik eddig biztonsággal megvették a magyar árut, mondván, hogy garantáltan tökéletes minőségű. Most meg azt látják, hogy nem biztos, hogy garantáltan tökéletes minőségű. Szóval ezek nagyon komplex kérdések, nem lehet nagyon egyszerű igent vagy nemet, vagy nagyon egyszerű válaszokat, de ezért van szerintem óriási jelentősége, hogy egy iparágnak, az alapanyag előállításnak és a feldolgozóiparnak együtt kell hosszú távú koncepciókban gondolkodnia. És egyébként úgy érzi, hogy ez működik, tehát ugye önöknek van nagyon sok termelő partnere. Kíváncsi lennék arra is, hogy ők hogy reagáltak erre, hogy Ukrajnából vettek alapanyagot, de hogy kíváncsi lennék arra, hogy milyen ez a terméklánc együttműködés, hogy sikerül-e együttműködni, hiszen ez tényleg nemzetgazdasági érdek, mert ugye nagyon régóta beszélnek például erről, hogy ez a toxinos kukorica, ez hosszú távon az egész országnak hátrányt jelenthet, és minden termelőnek egyébként. Igen, hogyha most a termelőket, mint partnereket nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon sok termelő olvas külföldi újságot, tájékozódik a nemzetközi piacokról, tájékozódik arról, hogy mi van a nagyvilágban, és érzékeli azt, hogy neki egy milyen versenyben kell helyt állni. Évekkel ezelőtt hozzám számomra nagyon megbecsült és nagyon nagyra értékelt termelők olyan kérdésekkel jöttek, hogy fektessenek-e be a kukoricatermesztés technológiai pénzt, van-e a kukoricatermesztésnek jövője, ergo a kukoricafeldolgozásnak van-e a jövője. Tehát ők látják, értik azt az összefüggést, hogy minek termeljek még jobb technológiával még többet, hogyha a végén nem fogom tudni eladni, mert nem lesz gyár, aki ezt feldolgozza. Tehát vannak nagyon haladó szemlélettel rendelkező termelők, ebből egyre több van, és van, aki sajnos nem, és nem érdekli az, hogy egyébként mi történik az ő gazdaságán kívül. És akkor itt jön be a politika szerepe, hiszen a mezőgazdaság meg az élelmiszeripar egy támogatásintenzív iparág, támogatások szükségesek ahhoz, hogy az európai mezőgazdasági termelés és feldolgozóipar is versenyképes legyen, hiszen Brazíliába, Pakisztánba, Indiába sorolhatnám, tehát Európán kívüli országokban lényegesen olcsóbban lehet előállítani, akár az éghajlati adottságok, akár az energiárak, akár a munkaerőköltségek miatt. A támogatásrendszer azért jött létre részben, hogy ezt a versenyhátrányt ledolgozzuk. És akkor onnantól kezdve, hogy van támogatás, az egy kérdés, hogy mire adok pénzt, mint unió, mint magyar állam. Mik azok az értékláncok, amiket én hosszú távon elképzelek, és szeretném, hogy fejlődjenek. És itt még azért azt gondolom, hogy van fejlődési potenciál szintén. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg azonosítani kellene azokat az értékláncokat, meg azokat az iparágokat, ahol Magyarországnak abszolút komparatív előnye van. Én szerintem a kukoricafeldolgozás ilyen, hiszen a következő lépés majd a bioműanyagoknak a létrejötte lesz. És akkor ezt az értékláncot egy az egybe kell támogatni. Nem csak a termelőt, vagy nem csak a gyárat, hanem egybe az egészet. De még tudnék sok néhány ilyet mondani. Tehát azt gondolom, hogy van még igény arra, hogy ez az együtt gondolkodás ez tovább még nagyobb mérteket öltsön, és még jobban belemenjünk ebbe.
de hál' Istennek azért vannak értő fülek is, mind a politika, mind pedig a termelői oldalom. Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy ilyen pozitív végszót hallhattunk. Okay. Én is köszönöm szépen.